aztán ismét kitör a forradalom. Kirobbanósú műsor, lélegzetelállító akció, ringben és azon kívül is. Gyere el október 5-én a HCV legújabb gálájára, a Madár Készekre. Jegyek kaphatók online az Eventim oldalán és személyesen az Egyes Alkozban. Szervusz, Dávid. Hogy vagy, Tamás? Minden oké. Birkóztam ezzel fel a korábban is, legyőzöm megint. Inkább te hogy vagy? Bakai? Megoldom. Nekem sem sikerült megoldanom. Igazából ezt még senkinek sem sikerült. De velem még nem találkozott. Az. Akkor házi döntő a véres novemberen? De ezúttal nem lesz olyan szerencséd, mint 15-ben. Akcióban tehát a tag team bajnokok, a Budapest Bastards, azok után, hogy az elmúlt hetekben egyéniben kellett villogtatniuk az oroszlánkarmaikat, és milyen sikeresen tették. Renegade nem egyszer találkozott, összefutott Makai Renátóval, a HCV jelenleg regnáló bajnokával. Nitro pedig sikerrel vette a forradalom tornament több mérkőzését is, és Zafárral vár rá a döntő. Vajon tudnak-e a csapatban koncentrálni ellenfeleikre, a mindig veszélyes Gulyás testvérekre? Jól látom, Renegade kezdi a mérkőzést Gulyás Vilmossal. Talán egy kicsit szokatlan taktika most a Bastards részéről, hogy a nagyobb ember kezdi a mérkőzést, ez ugye normális esetben szint fordítva szokott lenni, de bizonyára kiötöltek valamit a Gulyásék ellen. Egymásnak is feszülnek most Gulyás Vilmos és a Renegade mindjárt a mérkőzés elején. És egyelőre egyikük ereje sem tud igazából dominálni. Jöhet a második összecsapás, és Gulyás Vilmos ezúttal a saját ringsarkukba szorítja a Renegade-et. Gulyás a csi azonnal elkapja őt hátulról, és érkezik a fiatalabbik Gulyás tesó a ringbe. A Renegade lerázza magáról, Nitro már jönne be. Renegade most keményen eltalálja Gulyás öcsit, és érkezik Vilmos az öccse segítségére. Egymásnak futnak Gulyásék, és Gulyás öcsi sírban akad. Ennek örömére még egyszer összeszaladnak, és Gulyás Vilmos most repül egyet. A hisztirohamnak most Renegade vethet véget, sikerül valahogyan kiemelnie Gulyás öcsit. És egy gyönyörű slam. A saját ringsarkákba hátrál Renegade, Nitro így be tudja váltani magát. A Bastard szokásos olajozott csapatmunkáját láthatjuk. Nitro akarral megérkezik a sarokba, és neki lendíti egyenesen Renegade térdének az ellenfelét. Megvan a legjobb. Nitro tusra megy, kettő, és talán még korán van ehhez, de azért Nitro megpróbálta. Újabb gyors váltás a Bastards részéről. Ez egy előre kiváló taktika, és érkezik vissza a meccsbe Renegade. Gulyás Irén elégedetlenül szemléli az eseményeket a ringen kívülről. Au! Renegade pedig oda csoppol egy hatalmasat. Tőle ezt nem mindig látjuk. De Gulyás öcsinek még ő is leckét óhajt adni. És erre a csap kiválóan alkalmas, mint tudjuk.
Most talán egy szuplexre készül, úgy is van, és meg is van. Mivel követi le? Egy könyökössel renegéd. Kettős helyzet a ring közepén, ez is csak kettő. Érdekes helyzet ez, hiszen tényleg Renegade-nek és Nightrunnak most megvannak az egyéni céljaik, a ACV bajnoki cím, a véres november főmérkőzése, miközben még mindig ők a tag team bajnokok, és azt gondolom, hogy a gulyásék szemei előtt viszont pontosan ez lebeg. Egy esély, hogy legyőznék a tag team bajnokokat, egy esély, hogy egy címmérkőzést kapjanak ellenük. Ehhez most ezen a meccsen átvezetett az út. Nightrun túlkísérletéből már egynél kijött Gulyás öcsi. Viszont ehhez a gulyáséknak meg kellene fordítanunk a mérkőzés menetét. Mi például Gulyás Irén szerintem pontosan ebből a célból érkezik most meg egy sodrófával. Eltereli Nitro figyelmét. Öcsi ezt akarja kihasználni. Hoppá, és egy droptóholddal megérkezik Gulyás Vilmos a ringbe. Kettő az egy elleni támadás. Hát ez nem túl sportszerű most a gulyásaik részéről, de úgy látszik a faluról ezt hozták magukkal. Nem jó képviselői a faluknak. A bíró figyelmezteti Gulyás Vilmost, hogy ilyet legfeljebb az istállóban szabad csinálni. Viszont ezzel a jó időben, jó helyen véghez vitt figyelemeltereléssel a gulyásaik most csak ugyan megfordították a mérkőzést, és Nitro hirtelen bajban van. Váltás, érkezik öcsi. És mind a két tesótól kap egyet, Snapmer Gulyás öcsitől most, rögtön tusra megy belőle, ez is csak egyet ér. És Gulyás öcsi igencsak nagy fiúnak képzeli magát ezen a mérkőzésen, legalábbis abból ítélve, hogy miket kiabál a kétszeres HCV bajnok felé. Jön az újabb gyors váltás, ezt a gulyásék is jól csinálják, a korábban megdicsértem érte a bastardokat, akkor őket is meg kell. Ez más kérdés, hogy jóval kevésbé szimpatikusak. És ott egy ütés orvul Renegade-nek is, aki csak a csapattársára figyelt és kérte volna a pacsit. Renegade nem is áll jót magáért, érkezne be a ringbe, viszont amíg a bíró vele foglalkozik, esélyt kínál a gulyáséknak, hogy megint kettő az egy ellen támadjanak. És ebből a tus helyzet is lesz, kettő. Nightrunnak most már el kéne jutnia valahogy a csapattársáig, a gulyásék persze pontosan ezt nem akarják engedni. És egy csillogban tartja Gulyás Vilmos Nitrót, és vissza is kényszeríti a földre, amikor Nitro szabadulni próbál. Gulyás öcsi azt kiabálja a testvérének, hogy nem hallja a közönséget, nem számít, hogy a közönség mit mond. Lehet, hogy neki tényleg nem, de azért sokan vannak, akiknek a közönség véleménye igenis nyomalatban. A Budapest Bastards pontosan egy ilyen csapat. A közönség támogatása erőt ad Nitrónak. És mielőtt Gulyás Vilmos bemutatkozhatna, kap egy csapot Nitrótól. Nitrót azonban villámgyorsan visszaküldik a ring padlóra. Újra a Gulyás egy sarkában. Újabb gyors váltás. A gulyásék még csak az idei évben debütáltak a HCV-ben, de már több nagy skalpot is arattak. És most az biztatja Nitrót, hogy másszon a csapattársa felé. Nitro viszont szót fogad, és tényleg meg is indul, és Gulyás öcsinek minden erejére szüksége volt, hogy meg tudja állítani itt most Nitrót. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel még nem törték meg Nitro ellenállását. És Nitro újra talpra kecmereg, viszi be az ütéseket. Ismét visszaküldik a padlóra. Nitronak most egyszerűen nincs szerencséje ezzel. Viszont még nem is győzték le. Jön Vilmos. És Gulyás öcsi kitartja Nitrót a testvérének, hogy azzal is könnyebb dolga legyen. Egy, kettő,
az a figyelemelterelés Iréntől, és az a csapatmunka Vilmostól és Öcsitől abban a szituációban azóta is meghatározza a mérkőzést, most viszont Nitro elugrik az útból! És beviszi az Olympic Slamet! Nitrónak megvan az Olympic Slam, de vajon tud-e váltani? Ez itt most a 100 000 dolláros kérdés, hogy Nitro tud-e váltani? Renegade nyújtja a karját! A túloldalon is közel viszont Vilmos a csapattársához, jön Öcsi! De a túloldalt! Jön a Renegade! És a Renegade akár egy gyors vonat! Gulyásék lepattognak róla! Hatalmas könyökös! Öcsi most védekezik a sarokban! A Renegade fölkapja Fireman's Carry-be! És elkapja Gulyás Vilmost is! Viszont mindkét oldalról támadják Renegade-et, és ezt már nem bírhatja el! Gyönyörű dobás! Egy szentorra megy, de mellé! Nincs otthon senki, Renegade félre gördül! Továbbra is 2-1 ellen képzelik el ezt a mérkőzést a Gulyásék! Aminek a sportszerűségi faktorát inkább nem minősíteném. Lehúzza most viszont a felső kötelet Renegade. Gulyás Vilmos a ringen kívülre zuhad. Megindul Öcsi is. Renegade viszont belenéz a Veszkó kikjébe. És a Renegade hívja a csapattársát. Nitro időközben feltápászkodott. Jön a váltás. Ó! És Irénnél ott vannak a HCV Tag Team bajnoki övei. Azok Renegade-et és Nitro-t illetik! Irén elcsórta őket! Hoppá! Itt van viszont Makai Renato! Leüti Nitro-t, és Renegade nem is látja! Most viszont belenéz a K.O. Punch-ba! És mindezt még a mérkőzés vezető sem látja! Hiszen Irénnel van elfoglalva, de Renato kiütötte Renegade-et! Renegade nincs magánál! Kigördítik őt a kötelek alá! És rámennek Nitro-ra! Nitro viszont ezt megúszta! Fel tud pattanni belőle! Egyedül van Nitro! De így is sikerül neki bevinni ezt a manővert! Makai Renato végleg elintézte Renegade-et! Az ő viszályuk is folytatódik, de vajon be tudja fejezni Nitro egyedül? Frog Splash-re megy! És dupla Frog Splash! 2! Nem! Kirúgnak Gulyásék! Nitrónak elképesztő szíve van, elképesztő küzdőszelleme van! De egyedül a Gulyásék ellen, ez talán még neki is nagy falat! Ki akarna emelni talán a Feed Driverhez Gulyás Vilmost? Gulyás lerázza magáról! Érkezik a váltás! És megérkezik Gulyás Öcsi is! Egy hatalmas alkarral! És most másodszor is megpróbálják! Buckle Bomb! Mutatják, hogy itt a vége! És odavágják Nitro-t! Tusra megy Gulyás Vilmos! 2-3! Hölgyeim és uraim, a mérkőzés győztesei, Vilmos és Öcsi, azaz a Gulyás testvére! Renegade még megpróbált szinte robotpilótán visszakászálódni a ringbe, hogy megmentse a csapattársát, de nem volt rá képes. Makai Renato elintézte ezt a meccset a Budapest Bastardsnak, Nitro egyedül maradt, és a Gulyásék túlereje. Végül diadalmaskodott, és Irén odaadja neki csak bátyainak a tag team öveket. Hé, emberek, az még nem a tiétek, ahhoz még tennetek kell egyet s de Gulyásék talán azt gondolják, hogy már ők a bajnokok. Egy másik napon, srácok, egy másik napon megtudjuk.
Annak ellenére, hogy ez nem egy övmérkőzés volt, a gulyások szinte már a derekukon, avagy a vállukon érzik a HCV Tech Team öveit most, hogy legyőzték a Budapest Bastardsot, és hát az a kérdésem, uraim, és hölgyem, hogy mi a tervetek a jövőben? Nagyra törtök most. Hát paligám, a tervünk az egyszerű. Megszerezni ezeket az öveket hivatalosan is. Ja, és Dávidka, Tomika, ebben a korban már másra is használhatnátok azt a tohonya kis testeteket. Ha értetek, hogy értem. Mink leszünk a bajnokok. Vilmoskám? Az én nevem Gulyás Vilmos. Ez pedig itten az ecsém, ecsi. Amottam meg a nővérünk, az Irén. Úgy is van, menjünk! Rég láttam, sőt, talán még soha nem láttam, ennyire megviseltnek és összetörtnek a HCV jelenlegi Tech Team bajnokait, Nitrót és Renegédet. Ez az arcukra van írva, de talán beszéljenek ők. Pali, mióta mi vagyunk a Tech bajnokok, azóta ilyen még nem történt velünk. Makai, egy olyan oldalamat hozod elő, amire azt hittem, hogy már örökre eltemethettem. Az biztos, hogy te vagy a legkeményebb bunyós a környéken. Október 5-ére kihívlak egy mérkőzésre, szabályok nélkül, a HCV bajnoki övéért. Október 5-én megmutatom, hogy mi a különbség a nagyképű, beképzelt, új gazdag, ostoba, sutyó, bunyós és egy pankrátor között.